Ez is egy szobor, egy ilyen dizájntárgy. A város közepén mit keresnek itt kukák tényleg? Azért, mert majd elviszik valamikor. És amikor a város elengedi a kirakatait, az azt jelenti, hogy ezen a 20 méteren vagy 30 méteren meghal a város. És tényleg Salgótarjánnak jobb jövőt, mint hogy zöld város legyen, nem is tudok elképzelni. Örülünk, hogy elfogadta a meghívásunkat, és hát Dévényi Tamás van itt velem. Én köszönöm ezt a beszélgetést, és akkor a többi részét pedig majd folytatjuk a városban. Én is köszönöm. Ugye itt ebben a házban lakott a Schneeberger család, uh-huh. Szóval például úgy gondolom, hogy ő is egy olyan figura, akivel sokkal jobban építhetne a város. Az, hogy a Ferinek van egy alapítványa, ilyen fiatal tehetségek felkutatására, meg kinevelésére, az egy nagyon-nagyon jó dolog. Szerintem sokkal több köze lehetne a városhoz. Egyébként is nagyon érdekes, pont a Botos Zoli bácsival is, illetve Kovács Bodor bácsin keresztül beszélgettünk, és jöttünk el ide vele a Domboldalra, és mutatta meg nekünk konkrétan azt, hogy hol volt a Balázs Jánosnak a háza, meg a különböző területek, és azt találták ki, hogy azt szeretnék tulajdonképpen, hogy ide a város, vagy valaki csináljon egy ilyen emlékpark jellegű valamit, itt ebből a domboldalból, meghagyva egy-két ilyen, tehát hogy valamiféle jelzés legyen arra, hogy igen, itt volt ez a ház, ott volt ez az épület, és akkor kis padokkal, ülővel, sétáltatóval, nem tudom mivel, és ilyen szempontból egy nagyon érdekes hasznosítása lehetne ennek a most jelen pillanatban elég gazos domboldalnak. Igen, ez szerintem egy érdekes felvetés. Ez a hely, ahol most járunk, a Pécsik utcának ez a része, például azáltal, hogy a fák megnőttek, teljesen más helyzetbe került, mert hogy a fák magassága elérte a házakét, itt legalábbis a bal oldalon, és sokkal jobb helyzet alakult ki. Hát ez az első négy ház, amit megépült, ez egy ilyen klasszikus lakótelepi szituáció, és a Duldezsőnek ezek a pontházai is ilyesmik, nincsenek a földszinten üzletek, tehát hogy egy ilyen alvóváros koncepció, és közben bent vagyunk a belvárosban. Ez nem az a fajta városban gondolkodás, ami fontos lenne. Ez mondjuk úgy lenne városias, hogyha a földszinti szélső lakásokban például üzlet lenne. Hogy legyen értelme annak, hogy az emberek itt végsétálnak. Itt az jön végig, akinek dolga van. Tehát, hogy ez egy ilyen funkcionalista megközelítése a városnak, ami praktikus, de nem vezet igazán messzire. Szerintem a városközpontok élővé tételének alapfeltétele, hogy sokan éljenek ott. Abban a pillanatban, hogyha ez ketté válik, akkor munkaidő után nincs élet, mert hogy az emberek oda mennek, ahol laknak. Örülök annak, hogy például a 13-as ilyen feltűnően vesz részt a városközpont építészeti karakterében, mert hogy azt fogalmazták meg, hogy igen, hogy ide emberek is kellenek ahhoz, hogy az élet ne szűnjön meg, egy tudom én, 16 óra után. A korábbi koncepció azt mondta, hogy a pécskő áruházban vannak az üzletek, ez meg egy lakóház, tehát ez egy klasszikus funkcionalista megközelítés volt, és hát, hogy itt most, ahogy megyünk a fő utca felé, láthatjuk, hogy ez talán 15-ös volt jelennek a háznak, nem tudom, 15-16-17, hogy itt a földszinten már megjelennek az üzletek, intenzív kapcsolata a járdával, látszik, hogy ez egy ilyen másodlagos. Igen, de sokkal kevesebben is tudnak átmenni, igen. A ház padlószintje, nem tudom, 70-80 centivel magasabban van, mint az utca. Itt egy olyan környezetrendezésre lenne szükség, ami a sétáló utat azt nem az autók mellé tenni, hanem ott, ahol az üzletek vannak.
Tehát itt is az alakul ki, zöldséget akarok venni, akkor bemegyek ezek a nyílen, megveszem és kijövök. De már nem nézem meg a mellette levő boltot, mert hogy mindig kell valami plusz tegyek azért, hogy valami az enyém legyen, vagy legalábbis nem tudom, vizuálisan. A város pedig pont felkínálja ezeket a lehetőséget folyamatosan. Hogy azért jó egy olyan város, ahol minden egymás mellett van, minden mindenhez kapcsolódik, mert ezek az elemek önmagukban nem lennének életképesek, de együtt azzá válnak. Tehát ez a kis tér kezdemény is tulajdonképpen a megcsonkított fűszfával a közepén. Igen, hát hogy Balázs tényleg meghatározó figura volt itt, csak akkor éppen, amíg élt, akkor nem tudott róla a város kb. És hogy ez a hely szerintem nagyon jó arra, hogy aki nem ismerte őt, akkor felhívja a figyelmet erre. De hogy lehetne ez ennél több, én úgy gondolom, hogy igen. Tehát ez a szobor, itt most egy klasszikus szobor helyzetben van, a városokban vannak szobrok, itt is van szobor. De hogyha megnézzük mondjuk ezt a tűzcsapot, voltak éppen ugyanolyan helyzetben van, mint az a szobor. Tehát tulajdonképpen ez is egy szobor, egy ilyen dizájntárgy. Nyilván nem ez a célja, csak hogy ez mutatja, hogy egy szemetes, vagy egy tűzcsap, ha ugyanolyan szituációba kerül, mint egy szobor, akkor valami nincs rendben. Vagyis arról van szó, hogy ide a szobor úgy került, gondolom ez egy Szabó Tamás munka, igen. Hogy kapott egy megbízást a Salgótarjáni kötődésű művész, elkészült a munka, legyen egy hely, valaki kitalált, hogy ott van egy aránylag védett rész, rakjunk ki Balázs képeket, eddig tök jó. Csak éppen azt hiányzik, hogy ezt a részt kellene, vagy kellett volna, de szerintem inkább kellene végig gondolni, hogy mit is jelent az, hogy itt van a háznak a gazdasági bejárata, hogy ilyen rozsdamentes korlátokkal lehet-e kezelni azt, hogy mögötte kukák vannak folyamatosan. Egy ilyen helyen is látjuk azt, hogy a városi funkciók nem kapcsolódnak egymáshoz, a végiggondolás mindig lokális. Holott együtt kéne kezelni az egészet. A város közepén mit keresnek itt kukák tényleg? Azért, mert majd elviszik valamikor. Miért most került ide ki? Tehát, hogy ezeket így mind sorra lehet venni. És hát itt ugye itt lehet látni, hogy a Pécskőnél vagyunk. Ez egy látszó betonház. Ma már kezd a látszó beton végre elfogadott válni Magyarországon is. Itt mindent lefestettek. Volt, amit szürkére, volt, amit barnára. Nem stimmel. Ott fehér, aztán még átfestjük, még ide rakunk egy táblát, még oda ezt, még oda azt. Jól lehet látni, hogy a gyógyszertár elvette a felét az átjárónak, mert hogy kibérelhetjük ki. Fizettek érte? Ez nekem jó. Szóval ez a szemlélet hozza azt. Volt állami áruház, ez át van építve, ez nem így nézett ki. Ahol ez a Rouge Avenue fel van írva, ott volt egy vitrin a másik oldalról, lehet, hogy most is megvan, de amikor kitalálták azt, hogy ide így fog épülni a lakber, akkor azt nyilván ki kellett volna lyukasztani, hogy ne egy vak dologban fejeződjön be ez az árkád. Voltak éppen ez nem árkád, hanem egy fedett nyitott tér, de ugyanazt tudja, amit az áruházban a vas építész úr kitalált. Legalább követte a maga megváltozott építészeti ízlésével ezt a szemléletet, de amikor például a takarékbanknak megcsinálták az akadálymentesítését, az már egy olyan helyzetet teremtett, hogy nem tudsz közel menni a kirakathoz, nincs is benne semmi, gyakorlatilag ha ott a téglafal lenne, ugyanazt jelenteni. És amikor a város elengedi a kirakatait, az azt jelenti, hogy ezen a 20 méteren vagy 30 méteren meghal a város. Ezen csak végig benni lehet, nincsen semmiféle
inger, ami élne. De ez itt is megjelenik, ugye az Ázsia Centrum előtt itt volt egy cukrászda, volt zöldséges is egyébként, és most ugye összenyitották, és ugye itt is le van matricázva tulajdonképpen az egész. És ott a mellette lévő másik üzlet is hasonlóan nem túl nézegethető kirakattal rendelkezik egyébként. Tényleg az, hogy ott végig kell menni, ahogy említettem. Egyetlen embert nem látni ott, mert miért is lenne? Én például már rég a város főépítésze helyett már kezdeményeztem volna egy olyat, hogy a kirakatoknak mondjuk 10%-át lehessen csak matricázni. De lehet, hogy még a 10% is sok, szemmagasságban semmit, tehát egyszerűen szabályozni kéne. Sokkal ebben egyszerűbb azt mondani, jó ez így. De nem jó, hát nézzük meg, hogy néz ki. És az, hogy ráadásul felrakják ezeket a öntapadókat, és már kiszívta a nap, akkor is így marad. Szerintem. Szerintem üzletileg is rossz. De ez itt is megjelenik ezen az oldalon is tulajdonképpen. Hát igen, igen. Minden beragasztva. Itt vannak ezek az új padok, amik tehát funkcionálisan se jók, tehát egy ilyen keresztetű pad, az teljes tévedés. Ott alul már nem foglalkozunk vele valamiért. Meg ott ugye a kő is, ahogy fel lett szedve. Sok esetben megjelenik ez az igénytelenség, igen. Abszolút, abszolút. Na és hát ami nekem aztán tényleg a legjobban fáj, és megint csak valami nagyon nagy kistűlőségről szól, ez az esté. Hogy tényleg nem volt annyi pénz, hogy kiírjuk a Salgótarján? Akkor ne rakjuk ki, hogy esté. Jó, hogy nem egy S betű van csak. Tehát, hogy mi van? És be van rakva a Somogyi szobra elé az esté. És ez nem azért van most ide rakva, mert hogy karácsony van, ez mindig itt van. Tehát és ez alja is egyébként elég rettenetes, ugye ilyen... Hát igen, igen. Tehát ezt valakinek ki kellett találni, hogy ez így legyen. Esté. Hogy mi ennek az értelme? Az az értelme, hogy itt jól lehet szelfizni. Igen. Ez az értelme, ezt mindenki felismerte, tök jó, csak éppen ez nem arról szól. Tehát ez tényleg nem arról szól. Na, itt most azért állok jó helyen, mert azért az látszik, hogy ez a kettős nyílás a vasút alatt, ehhez képest úgy helyezte el a Finta ezt a két házat, hogy közte még látjuk a hegyet. Ugye egy kicsit offside-ra van a Kálvária, tehát hogy ez nincs igazán jó helyen, ott a másik oldalon sokkal jobb lett volna az átvezetés, de még mindig van lehetőség, hogy valami itt történjen. Mert ott szemben csak ugye olyan, hát nyilván a Kálvária mellett egy másik ilyen nem lesz. Szóval erre mondom azt, hogy mindig nagyban kell gondolkodni. Mert utána már bármilyen... Ezek egy elszalasztott lehetőség igen. Tulajdonképpen. Tehát azt lehet mondani, hogy ezt a bódét innen el kéne tüntetni holnap. Tényleg holnap. De akkor mi lenne utána egy ilyen szerencsétlen leaszfaltozott dolog, ami olyan széles, mint az aluljáró, és megérkezik ide egy harmad olyan széles járdában, ha átjövünk ide, itt nincs semmi, tehát akkor ez miről is szól? Ezt az egész teret végig kéne gondolni, hogy mi legyen vele. És abban az esetben, hogyha az üzletek nem így néznek ki, akkor egy másfajta interaktivitás alakulna ki. Igen, meg itt is ezek a, nem tudom, nekem ez is ilyen szemet szúró dolog, hogy ez senkinek nem zavarja a szemét tulajdonképpen, hogy így tulajdonképpen a város közepén itt vannak ilyen minőségben ezek a ragaszok, meg ez igen, a fal, meg ez a... Igen. Ez kié? Itt ugye valószínűleg arról van szó, hogy ez most a házé, vagy a városé. A város úgy gondolja a házé, a ház úgy gondolja a városé. A valóság az, hogy szörnyű, de mondjuk ez sem jó. Hát nem. És akkor itt voltak, most már nyoma sincs. Ez a horony azért van, mert idáig lehetett lehúzni narancssárga árnyékolókat, hogy védje a kirakati dolgokat. És hát ami szerintem ez a vasút dolog az egyik legproblémásabb ügy, mert ha valahol akkor Salgótarjánban szerintem már régóta lehetne tramtrén. És igen. Akkor egyszerűen lennének olyan, vannak ezek a pici piros vonatok, abból akár csak egy kocsi, ami nem tudom, Somosfalutól nem tudom én pár falváig járna, lenne vagy 8 megállója, és azt vennénk észre, hogy olyan helyek kezdenének felértékelődni, amikkel most semmi nem történik.
És hogy én nem tudom most milyen a vasút forgalom, hogy hány járat van. Hát óránként egy körülbelül. Igen, tehát pont ezért úgy gondolom, hogy nyugodtan közé férne, és egy völgyvárosban hát pont ilyen irányú közlekedésre van szükség. És ugye ez rengeteg ilyen buszos dolgot is megoldhatna, és hogyha már tényleg zöldváros próbálunk lenni, akkor ez abszolút egy jó irány lenne. Persze. Egyébként nekem itt ez a rész is ilyen nagyon nagy szívfájdalmam, hogy itt ez a, mi ez, tulajdonképpen ez még így a MÁV területhez tartozó rész, és itt valójában ez is a város közepén van. És itt olyan kilátás van mindenre tulajdonképpen, hogy amit beszéltünk is, hogy ott állva is milyen jól belátni a völgyet, de hogy innen egy kicsit még egy picit úgy magasabbról, de mégis a város közepén, hogy ez egy óriási tér, ami ilyen szempontból talán azt mondhatom, hogy kihasználtam. Hát teljesen. Mondjuk például a pavilonsor tetején uh-huh. egy olyan kávézó lehetne, hogy mindenhonnan igen. ide jöhetnének megnézni, mert hogy ez szerintem egy gyönyörű kép, igen. ami igen. van. Még most így késő ősszel is, hát még amikor zöld lomborít mindent. Tehát, hogy van egy csomó jó rész. Az, hogy itt mi van, ez tényleg, ez a nihil. De hogy ez a rész is arról szól, hogy ez nyomda volt, ez egy ipari dolog, ez semmi köze a városnak. Tehát így kikerülte a város, és hiába változott meg a funkció, ez a kikerült helyzet, ez megmaradt. Nekem még ami nagyon érdekes itt ezzel a vasút dologgal kapcsolatban, hogy terveztünk egy konferenciát tulajdonképpen, és az ország minden tájáról várjuk az embereket. És hogy sokan megkérdezték egyébként, hogy vasúttal érdemes-e jönni. És hát, mit tudom, Pestről, vagy Miskolcról, aha. vagy mindenfelől jöttek volna. És akkor így elképzeltem azt, hogy tényleg, hogy én is járok Budapest és Tarján között vasúttal, vagy vonattal, hogy mi az, amit így először látnak az emberek. És ugye, hogy jön végig az ember ott a gyárak mögött, vagy a Páfalváton, ott a Tesco felüljáró mögött, és hogy rettenetesen ronda, tehát hogy ezt nem tudom szebben kifejezni, de ugyanezt látja itt is, tehát amikor leszáll a vonatról, ugye mit lát először azt, hogy itt vannak ezeknek az épületeknek a hátsó bejáratai elkerítve ilyen rozsdás kerítésekkel tulajdonképpen. És szerintem ez is egy olyan dolog, ami oké, hogy nem ott jönnek vasúttal a legtöbb turista, de hogyha jönnek, akkor mégis az az első, amivel találkoznak. És ez szerintem egy szomorú dolog. Ez így gyönyörű, nem? Hogy addig van lemázolva a vas, ameddig a főcsifet látta valaki. Igen. Na, szóval itt vagyunk a könyvtárnál, tehát hogy az nyilván pozitívum, hogy itt átjövünk az úton, és akkor egyből a bejáratához kerültünk, tehát uh-huh. hogy ez így funkcionálisan rendben van. De egyébként igazából nem mondanám, hogy egy városias helyzetben vagyunk. Ez olyan, mintha egy lakótelepi könyvtár lenne. Ott felmegy egy lépcső valahova, mindent térkőborít, autók vannak. Tehát, hogy a városiasságnak az ismérvei hiányoznak. Vagyis, hogy utcák vannak, üzletek vannak, terek vannak. Persze lehet azt mondani, hogy Salgótarján a zöldváros akar lenni, és hogy itt erre nincs is igazából szükség, csak nagyon kis helyen, mert hogy mi zöldváros vagyunk. De akkor pedig nem ilyen zöldek kéne legyenek. Hogy mondjuk, hogy a Finnországban az ember egy várost végignéz, ott azok a növények, amik a városon kívül vannak a városon belül is. Uh-huh. Itt mind ilyen mű, örökzöldek, olyanok, amiknek semmi keresnivalójuk nem lenne itt szerintem, azok viszik a prímet, és már megint csak szobrok, amire nem feltétlenül költenék pénzt. Szerintem, hogyha itt vagyunk, pont itt vagyunk, akkor egy pár szót mindenképpen érdemes talán a parkolásról is beszélni, hiszen itt ugye azért az is rengeteg helyet elfoglal itt a völgy közepén, és
fontos, hogy legyenek parkolóhelyek, hiszen ugye itt is rengetegen laknak, tehát hogy nem csak azért jönnek be, hogy itt a város közepén valamit csináljanak, hanem ez a lakó épületekhez tartozó parkolást is enyhíti valamilyen szinten. De valahogy mégis ideillenek ezek a parkolók? Hát mindenképpen ideillenek, mert hogy az embereknek van autójuk, és az autójukat el akarják helyezni. Hogy ez, ennek mi a következménye, az más kérdés. Vannak előírások, amiket itt nem tartanak be, vagy nem tartottak be, ami azt mondja, kár, azt mondja, hogy 5 parkoló után 1 fát kell telepíteni. És ezt nem valahol, nem tudom, milyen kis hartyámban, hanem a parkolón. Például, hogy nyáron ne legyenek tűzforrók az autók. De itt például lehetne fákat ültetni, ugye itt vagyunk a Tarjánpatok befedett részén tulajdonképpen. Igen, itt így nem lehet, de mondjuk dézsás fákat persze, hogy lehetne. A probléma az, hogy akkor 20%-kal kevesebb parkoló lenne, de hogyha egy város zöld város akar lenni, akkor erre számítania kell, hogy vannak fenntartási költségek. És tényleg Salgótarjánnak jobb jövőt, mint hogy zöld város legyen, nem is tudok elképzelni. Tehát ez egyértelmű. Csak ehhez az kéne, hogy akkor nagyon tudatosan kiválasztani azokat a növényfajtákat, amik idevalók, amik őshonosak, amik jól érzik magukat, ilyen városi klímában is. És hogyha itt valaki tervez valamit, akkor az az első, hogy ennek a viszonylatában tervezzen, és ezt kérjék is számon. Hogy megnézni, hogy mennyi burkolt felület kell feltétlenül. Hogy ezzel a patakkal, ami most már nem sárga, mint a gyerekkoromban van, tényleg ez a jövőkép, hogy itt egy csatornába legyen. Vagy lehetne egy olyan zöld patakpart, ahol egy csomó állat és növény tud élni. De egyébként, hogyha még nem is így, de vannak olyan részei, hogy most is fedetlen a patak, ugye ott a vásártér mögött például, és ott sincsen sem egyáltalán kihasználva ez a dolog. Abszolút nem. Közben, hogyha úgy lenne, oda le lehetne venni, üldögélni, találkozó hely lehetne, akár a víz mellett egy bicikliút is végig mehetne. Tehát, hogy igen, ki lehet találni azt, hogy egy hely hogy válik jóvá. Ha jót akar magának a város, hogyha azt akarja, hogy a tüdeje itt a városban is erősödjön, akkor ez lesz a következő lépés, hogy újra kiásni, és egy olyan zöld folyosót alakítani végig itt, amelyik legalább csak picit is, de tudja kompenzálni itt az autók terheit. És majd az önök korosztálya lesz az első talán, amelyiknál már nem státuszszimbólum az autó, és akkor elkezdenek majd lassan csökkenni az autók, és akkor a carsharing az majd úgy legyen, tesz. Úgy legyen itt is, igen. Nem arról van szó, hogy nekem semmi nem tetszik. Én csak arról beszélek, hogy ugyanennyi pénzt hogy lehet sokkal jobban elkölteni. Hogy lehetne azt, hogy jobban érezzék magukat az emberek. Tehát például kérdem én, hogy kell-e itt ennyi burkolat? Hogy itt vajon mi történik, hogy az egy darab nem működő bolt miatt, ami persze működhetne, tehát jó is lenne, de hogy... És mit lehetne a helyére rakni? Vagy ugye itt van például ez a... Nekem ilyen mindig is ilyen nagyon tetszett ez az ilyen színpad, vagy a nézőtér jellegű valami, és ezt se használja tulajdonképpen senki. Hát igen, miért nem használja? Azért nem használja, mert hogy egy autóútra néz. Gyakorlatilag a zajvédelemről ezek a örökzöldek kéne gondoskodjanak, de nem tudnak gondoskodni. Ez szerintem egy tévedés volt ezt így ide rakni. Ez arra jó, hogy valakit jön, akkor lezuhan. Hogy valamiért úgy tűnik, mintha a környezet tervezés az csak egy ilyen másodlagos lenne a házakhoz képest. Na, és akkor megérkezünk ide, és akkor mindenek vége. Tényleg olyan széles aszfalt van, hogy itt még elférne 30 autó, ha másra nem is vágyunk, és akkor ott megy fel egy lépcső, egy teljesen bizonytalan helyen. És itt is csak azt látjuk, hogy újabb és újabb burkolt felületek, igazából a térkőkészítők járnak csak jó, de azt látjuk, hogy ahol meg kéne legyen, ott nincs, mert ott meg kitapossák az emberek. Én egyszer láttam egy ilyen példát, nem is tudom, melyik országba talált csináltak úgy, hogy megcsináltak egy parkot, de nem rakták le a térköveket, és megnézték, hogy az emberek merre járnak, ilyen tervezői felméréssel tulajdonképpen, és oda rakták le. Igen, ezt a finnek csinálják el, és szeretettem meg egyesen. Igen. Szóval, hát itt például azt lehet látni, hogy ez megint egy ilyen tervezői zizi, hogy
egy méterre a tereptől teraszt rakni, hát ez, ez magával hozza ezt a... De ez több helyen is van ilyen a városban egyébként, igen, a teraszok. Nem. És akkor rettenetesen randán le vannak, ugye, hát rácsozzó. Persze, a közbiztonság nem tökéletes, akkor ez a helyzet. A másik lehetőség persze az lenne, hogy jöjjön le egy lépcső, és a földszintiek kapjanak meg ennyi kertecskét. És hogyha erre egy tervezett kis kerítés lenne, vagy netalántán itt egy részt közösségi kerté alakítanának át, akkor hirtelen megváltozna a helyzet. De hát úgy látom, hogy tényleg csak a térkőgyártóját jó. Ez egy nagyon szomorú felismerés egyébként, de igen. Igen, na hát, hogy szóval itt vezet fel ez a lépcső, tehát hogy ennyi lett a nagy koncepcióból. Körbejöttünk itt a városon, és hát megnéztünk rengeteg helyet, ilyen apróságoktól kezdve azért elég nagy szabású dolgok is. Azért problémát mindig lehet találni, de azért örültünk egy kicsit a jónak is, és hát reméljük, hogy ez a jövőben is még egy kicsit javul, nem? Én hiszek a városban, tényleg hiszek az itt élő emberekben, mivel elemi érdeke mindenkinek, hogy jobban éljen. Egyszerűen csak ezt kell megtalálni, hogy az emberek rájöjjenek, hogy hogyan tudnak beleszólni a saját életükbe. És akkor jobb lesz. Csak arra ne várjunk, hogy majd valaki más helyettünk rendet csinál, meg ne feltétlenül azt mondjuk, hogy ha holnap nem lesz itt rendtrén, akkor nem lesz semmi. Meg kell találni az első pici lépéseket, és minél több embert rávenni, hogy ezeket az első pici lépéseket tegye meg. Egyébként tényleg még azt mondanám el, hogy sok olyan dolgot láttunk, ami tényleg így, hogyha az ember minden nap elmegy mellett, akkor lehet, hogy fel se tűnik neki az, hogy az ott nem biztos, hogy a legjobb. És úgyhogy talán azt mondanám így valakinek, aki ezt most megnézte vagy meghallgatta, hogy úgy járjon az utcákon, hogy az ilyeneket próbálja meg észrevenni, az ilyen apró, nem odaillő részeket, vagy az ilyen apró hibákat. Én köszönöm ezt a sétát, és köszönöm a mai beszélgetésünket, úgyhogy köszönöm, hogy elfogadta meg hívásunkat. Én is köszönöm, hogy szívesen jövök máskor is.